A Daiwa kiegészítő kínálata számos új táskával bővül a 2015-ös évre. Ezeket hoztuk el most megmutatni. Ez az előttünk látható csapat táska arról nevezetes, hogy a Daiwa megvásárolta ezt a Realtree Camo álca színezetet, amivel aztán nagyon praktikus táskákat a hátizsáktól, a váltáskákon át mindenféle szabású táskákat készített. Ezek különlegesen élethű terepszínű borítások, amit aztán enyhítésként fekete felületek váltanak föl a Daiwa dévek logóval. Peti, neked melyik tetszik ezek közül a legjobban? Nekem az a kis takarós pici. Mégpedig azért, mert amellett, hogy sokszor horgászunk, úgyhogy sok cuccal, rengeteg pakolás árán, azért néha-néha cserkelni is szoktam, illetve domolykóra UL-el horgászni, és ahhoz tökéletesen elég egy ekkora táska, egy doboz műcsari elfér benne, illetve ebben a előső zsebben az irataim, engedélyem, egy fogó, pár kapocs. Én is szeretek sok cuccal horgászni, ugye, és általában, hogyha két botot visz az ember magával, meg mondjuk egy merítőt, akkor mind a két kezem foglal, tehát a táskára nem marad más, csak vagy vára veszem, vagy hátra. Én ezt a hátizsákot preferálom általában, ebben nagyon sok minden elfér, de egyébként szívesen választanék, akár azt mondom, nem feltétlenül csak horgászni, de ilyen városi használatra is ezek közül a váltáskák közül. A másik csapat, ez egy inkább városi, vagy azt mondom több célú táskáknak a kínálata, amiben van egy nagy sporttáska, aminek különlegessége talán az anyaga. Ja, a PVC-ről nem ez jut először eszünkbe, de ez a PVC anyag egyébként nagyon praktikus, mert egyrészt teljesen vízálló, másrészt ebből kifolyólag könnyen takarítható is. Itt van például ez a hátizsákszerű táska, ami azért nagyon praktikus, mert teljesen vízálló. Ugye én visszaengedem a halaimat, ennek megfelelően fényképezőgép mindig van nálam, aminek hát eléggé borsos ára van. Az egyértelmű, hogy nem lenne praktikus, ha elázna. Ezért jó egy ilyen táska, amit mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan. Tépőzár segítségével rögzítve föl lehet nyitni, illetve vissza lehet tekerni. Beteszem a fényképezőgépemet akár Tokiával együtt, visszatekerem. Ha ez így benn van a csónakban, biztos, hogy nem fog nekem elázni, biztonságban lesz, illetve hát akármilyen más papírjaimat is beleteltem ebben a praktikus és nem is olyan túl nagy táskába. Én egy ilyen könnyebb kis tokot választottam, ami ugye a mai nélkülözhetetlen horgászeszközünk, ugye az okostelefon. Viccet félretéve azért is fontos, hogy az embernél legyen egy telefon, mert sose lehet tudni, mikor kell segítséget hívni, mondjuk lerobban egy motor, valaki sérülést szenved, navigációhoz használható, információcseréhez csak, ha többen horgászunk valahol, és ugye ezt is meg kell védeni azért az esőtől vagy a fröccsenő víztől. Ennek a kis Daiwa okostelefontoknak, aminek a hátuljában egyébként elég sok papír belefér, és itt övre lehet rögzíteni, vagy ezzel a kis kapocsal felcsatolni akárhová, akár a csónakban is. Az az előnye, hogy olyan az elejének a kiképzése, hogy itt a, ilyen megmutatom, hát ha látszik, hogy a telefont magát a vízálló réteg, tehát ezen az átlátszó rétegen keresztül nyugodtan tudjuk használni, mert az érintőképernyője változatlanul működik. Tehát nem kell lemondani a telefonnak egyes funkcióiról közben, és azon túl pedig ennek a zsebnek a hátsó nagyobbik felébe autókulcsot, csónakkulcsot, pénzt, iratot, akármit el tudunk tenni, úgy, hogy nem ázik meg, és tényleg biztonságban van. Telefonhívása nyilván nem alkalmas, mert ahhoz, hogy vízmentesen zárjon, ahhoz ugye a hang se jön ki könnyen belőle, de alapvető funkciókat, egy üzenetet megírni, megnézni, vagy időjárást megnézni rajta, vagy ha keresett valaki ránézni, azt meg lehet oldani ezen a felületen keresztül is.